Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Krisztusban szeretett testvéreim, ezeken az estéken magáról a Szent Miséről szeretnék beszélni. És elkezdtük, de nem a Szent Mise szövegével, mert a Szent Mise korában indul, elő kell készülni a Szent Misére. A sekrestyékben régen még ott volt a pap térdeplőinél latinul az előkészület imádság, ami legtöbb részben a hívekre is tartozik. Most ismét ki kellene és ki kell függeszteni latinul és magyarul is. Zsoltárokkal készülünk a Szent Misére. Mint ahogyan az Úr Jézus is az utolsó vacsorán zsoltárokat énekelt a tanítványokkal. Amikor befejeztük a zsoltárokat, 7 könyörgést mond a pap, vagy azok közül egyet, ahogy az ideje engedi. Mert előtte néha gyóntatás is van. Az a megdöbbentő, hogy minden könyörgésbe a Szent Lelket kérjük. Talán mi, ha imádkozunk valamit a mise előtt, akkor sok mindent kérhetünk, felindíthatjuk a hitet, reményt, szeretetet, bűnbánatot tarthatunk, de mit jelent ez az évszázadok által megszentelt hagyomány? A szentek szívén, annyi szent pap és szent hívőnek a szívén átszüremkezett hagyomány, hogy a Szent Lelket kell kérni. Testvérek, mielőtt leváltanánk a régi dolgokat, hogy elavult, először gondoljunk bele, megrendítő mondani valója van ennek. A Szent Mise az utolsó vacsorából ered. És mi az Úr Jézusnak a legnagyobb ajándék az utolsó vacsorán? Mindannyian rámondanák, az oltári szentség önmagát adta. Nem. A Szent Lélek. Mert Szent Lélek nélkül nincs eukarisztia. Amíg pünköskor a Szent Lélek ki nem áradt, az apostolok addig nem mertek misézni. Nem is értették. Most nem értitek, majd megértitek. Ez a most az utolsó vacsora pillanatait jelenti, a majd az pedig a Szentlélek eljövetelét. Szentlélek nélkül nincs semmi. Nélküle nincsen megtestesülés. Fogantatott Szentlélektől, születék Szűz Máriától, az Atya örök fia, a Szentlélekben testesül meg. A Szentlélek Isten teremti a szűzanya méhében az ő emberi természetét. Aztán a lélek erejébe indul el prédikálni 30 év múlva. Láttam, hogy rászállt a lélek, mondja keresztelő János. Mint ahogy az atya és a fiú örök szeretet kapcsolatban van, és közöttük áramlik a Szentlélek, ugye az Úr Jézus egész emberi életében mindig a Szentlélek az indító. És 3 év múlva, amikor elérkezik az utolsó óra, azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, Krisztus az örök lélek által ajánlotta önmagát az atyának szeplőtelen áldozatul. Nincs bűnbocsánat Szentlélek nélkül. Amikor a Fiú Isten imádkozik a keresztfán, Atyám, bocsáss meg nekik, akkor ez az imádság belekerül a Szent Háromság életébe. Az Atya és a Fiú között a Szent Lélek van. És a föltámadt Jézus rájuk leel, és így szól, vegyétek a Szent Lelket. Testvérek, Szent Lélek nélkül az Úr szavai nem éltetnek, vagyis hit, remény és szeretet nélkül. Már pedig a hitet, a reményt és a szeretetet a Szentlélek kelti a mi lelkünkben. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy a lélek az, ami éltet a test, nem használ semmit. Szentlélek nélkül az Úr leírt igéi, a Szentírás csak emberi szavak. Ha valaki hitetlenül olvassa, nem mond neki semmit. Kineveti, értetlen. Nem kapta meg a lelket. Ez olyan, mint 2 ember közötti kapcsolat. Leginkább azt mondhatnánk, hogy a vőlegény és a mennyasszony kapcsolata.
Azok a szavak, azok a levelek, az nem másnak szól. Olyan kapcsolat nem volt, mint ezen két ember között. Van egy közös lelkük, az én meg a te, most kezd mi lenni. És a Szent Háromságban mi, az egy harmadik személy. Ha nem kapjuk meg az Úr lelkét, nincs hitünk, nincs reményünk, akkor a Szentírás össze-vissza magyarázzák, semmit sem használ nekik. Szentlélek nélkül a kenyér és a bor nem kapcsol minket Jézus Krisztushoz. A legnagyobb pillanat a Szent Misében a lélek lehívás. Azt mondják, hogy a régi misében nincsen, nagy tévedés. Azt mondja a pap, veni sanctificator Deus. Jöjj el megszentelő, Isten, et benedik és áld meg, hoc sacrificium tuo no sancto nomine preparatum. Ezt a szent nevednek előkészített adományt. Ez a lélek lehívása a leglényegesebb. Nem a pap ereje, nem a tehetsége, hanem a Szentlélek, Isten teszi azt, ami a misébe végbe megy. Testvérek, amikor Szent Lukács írja már az evangéliumot, kijavít egy korábbi mondatot, mert megértették. Azt írja Máté és Lukács, hogy amit kértek az atyától, azt megadja nektek. És Szent Lukács kijavítja, beírja, ha kéritek a Szent Lelket, megadja nektek. Mert nagyobbat nem kérhetünk. Isten életét bennünk. Igen. Milyen csodálatos az, hogy ez a hét könyörgés a Szentlélekért esedezik. Hát olyan boldog voltam, amikor készültem erre a szentbeszédre, hogy ezután egyetlen misét sem fogok bemutatni úgy, hogy legalább ne kiáll csak némán is, hogy veni Sancte Spiritus, jöjj el Szentlélek Isten. Nélküled nincs szent mise, nélküled nincs ige hirdetés. A pap beszél, de a hívek nem indulnak. Nélküled nincs hit, nincs remény és szeretet, de nincs egyáltalán emberi élet sem. Nézzük most az első könyörgést. Kegyes Isten, figyelj jóságosan imádságunkra, és a Szentlélek kegyelmével világosítsd meg szívünket, hogy a te misztériumaidban neked méltón szolgáljunk, és téged örök szeretettel szeretni méltók legyünk. Azt kérjük tehát, hogy a Szentlélek kegyelmével világosítsa meg szívünket. A szív az énünk legmélyét jelenti. Miért kell megvilágosítani? Mert ott valaha sötétség volt. Ha valaki életében nem hitt, vagy nincs megkeresztelve, akkor a szívében sötétség van. Nekünk viszont sajnos nem teljes világosság, hanem homály van a szívünkben. Mert mi már hiszünk, mi már az Isten életben részesedtünk, de mindig hat ránk ez a világ. Igen, az élet végső értelmét illetően, Istennel való kapcsolatunkra vonatkozóan néha zavaros, homályos elméletek megzavarják látásunkat. És bizony szükségünk van, hogy Isten lelke megvilágosítson. Ezért írja Szent Péter, tanulmányozzátok a Szentlélektől ihletett írásokat, amik szívetekbe föl nem kél a hajnal csillag. Jézus Krisztus, hogy ne legyen ott belül sötét éjszaka, hanem egyre világosabb legyen. Testvérek, mennyi emberi szív sötétségben van? Ki igazodik az életfelületén, sikeres a szakmájában? Van neki háza, villája, autója. Úgy látszik, hogy boldog. A szíve mélyén rettenetes sötétség van. Nem ismeri Istent. De nem ismeri az embert sem. Nem tudja, honnan jöttünk és hová megyünk. Testvérek, egy érdekes dolog felmerült bennem. Mert sokszor hallom ezt a vádat. Hát az a sok millió ember, aki éppen nem katolikus, és nem jár misére, hát azok nem üdvözülnek. Ki tudja?
Isten végtelenül szereti őket. Krisztus meghalt értük. De nekünk nem az a fontos, hogy éppen, hogy üdvözüljünk, hanem mi ebben az életben akarunk már végtelenül boldogok lenni. A hitünk ehhez az élethez ad távlatokat. Ez az élet olyan nyomorult az isteni kinyilatkoztatás nélkül. Szánjátok meg a hitetlen gazdagokat. Sötétség van belül. Évtizedek kínlódása, hánykolódása. Csak ebben az életben reménykednek. Mennyi emberi szívben sötétség van. Nem ismeri az atyát, aki teremtő. Nem ismeri a fiú Istent, aki érte emberré lett. Nem ismeri karácsonyt. Nem ismeri nagy csütörtöket, nagy pénteket, nagy szombatot. Nem ismeri húsvétot. Nincs pünköst. Nincs nagy boldog asszony se. Semmi sincs. Csak szilveszterezés van, meg farsangolás. Egy dübörgő állati orgia. És másnaposság. És kiégettség. Micsoda élet ez. Viszont ha megfordítjuk, nem szégyeljük magunkat. Mi merünk még panaszkodni, mert betegség ér bennünket ez az. De mit kaptunk mi? Mi ez a megvilágosodás? A Szentléleknek a műve. Testvérek, a Szent Misében csak megvilágosodott ember vehet részt. Ezért az őskereszténységben, tudnilik a keresztségnek a neve, megvilágosodás volt, nem keresztség. Fótiszma. Megvilágosodás. Úgyhogy aki csak készült a keresztségre, a hittanulókat nem engedték részt venni a misén, megálltak a kórus alatt, és az evangélium előtt kiküldték őket. Egy turista, aki hitetlen, ne jöjjön be misére. Nem itt kell neki megtérni, ez nagyon ritka. Általában megundorodik, idegen neki. Nem kapta meg a beavatást. Hát ez olyan, mintha egy gyerek nem tanult meg számolni, és bevinnék az egyetemre, hogy a matematikai professzor egy nagy levezetést tart neki a táblánál. Hát ez abszurdum. A keresztség az megvilágosodás. Nem ismeri a Szent Háromság egyismentent és a műveit. Saját emberi eredetét és végső célját. Nem tud arról, hogy lesz a holtagnak föltámadása, ítélet és örök élet. Hát akkor mi a mise? Hát ez egy bocsánat, hát ez egy botrány. Az egy botrány. Nem szabad bejönni. Nem itt kell megtérniük, hanem a mi életünket látva. Az, hogy megbocsátunk. Az, hogy az élet hétköznapjain beszélünk nekik Jézusról. Az, hogy mindent megragadunk, hogy hirdessük az Úr Jézust. Testvérek, ez is mutatja, hogy a Szentlélek nagy eseménye. A keresztség nélkül a misében részt venni nem szabad. Nincs értelme. Miért? Mert nem világosodott meg. Igen. Ez a megvilágosodás. Hogy elfogadom a hiszek egyben, amit elmondok. Az Ó és az Új Szövetséget. Nem az a megvilágosodás, amit most egyesek tanítanak, keletről jött guruk. Hogy köldöknézés van, és egyszer csak rádöbben, hogy ő egy Isten. Nem Isten. A testünk el fog rothadni. A semmiből teremtetett a lelkünk is. Nem vagyunk Isten. Ez nem megvilágosodás. Ez elbutulás. A megvilágosodás az, amikor átveszem az egész kinyilatkoztatás. Mindazt, amit Isten mondott a proféták által, és végül az ő szent fia által. Amikor megértem azt, hogy kicsoda az Isten, valamennyire fölfogom és az ő műveit. Testvérek, hát ez jelenti, hogy világosítsa meg a szívünket, mert ennélkül nincs mi se. Hiába vagyunk itt. Nem tudunk részt venni. Igen. Bizony van tennivalónk Szent Mise előtt. Ha csak pár percünk is lesz, ezután mindig kérjük, jöjj el Szentlélek, Úristen. Világosíts meg az én szívem homályait, hogy Szent Ferenc atyánk mondta. Világosíts meg szívünket Isten a Szentlélek kegyelmével,
hogy a te misztériumaidban neked méltón szolgáljunk. Nem szabadna lefordítani magyarra ezt a szót, hogy misztérium. Így fordítják le, hogy a te titkaidban neked méltón szolgáljunk. Hát a magyar szó a titok, az azt jelenti, hogy nem szabad elmondani. Az a misztérium, ami az új szövetségben van, azt fennen kell hirdetni minden népnek. A titkot csupán őrizni kell. Az evangéliumban az Úr Jézus által meghirdetett halálával és feltámadásával és a Szentlélek kiárasztásával beteljesített misztériumokat viszont hirdetni kell, nem eltitkolni. Mik ezek a misztériumok? A teremtés, a megtestesülés, a megváltás, a megszentelés, az egyház az ő szentségeivel és a végső események, a holtak feltámadása, az utolsó ítélet és az örök élet. Ezek a misztériumok nem azt jelenti, hogy zavaros, össze-vissza beszéd. Ezek nem pogány misztériumok. Ezek az értelemhez is szólnak. Elfogadható. Be nem látható egészen, de az értelem annyit tud tenni, hogy nem mond ellene semmiféle törvénynek, ami a világban van, hanem fölötte van. Például a teremtés misztériuma azt jelenti, hogy a semmiből teremtette az Isten a világot. Ha most nem akarná, akkor semmi lenne. Most épp úgy akarja, mint amikor megteremtette. Azért ez érthető, bár egészen föl nem fogható, és lehet belőle élni, hogy az Istennek ilyen hatalma van. És testvérek, a misében a teremtés megvalósul. Mert a kenyér és a bor szín alatt már a föltámadt Krisztus van ott. Az új teremtés. A megtestesülés. Ez misztérium. Vagyis olyan isteni cselekvés, ami elérte az emberiséget. Teljesen felfogni nem lehet, de elfogadni igen. Az, hogy a második isteni személy emberé lett. Tehát a názáreti Jézus az a Szent Háromság egyik személye. Két akarata van, egy isteni, egy emberi. Két értelme, egy mindentudó isteni és egy emberi. Misztérium. Ezt hirdetni kell, ezt nem eltagadni, tehát nem titok. Aztán a megváltás misztériuma. Azt jelenti, hogy az Úr Jézus magára vette a mi bűneinket, tehát a bűneinket elvette. Kérhetjük a feloldozást. Az, hogy föltámadta a halálból dicsőséges testben, hát ez jelen van a Szentostjában. Ez az én testem, ez az én vérem. Ott nem a földi Jézus van, hanem az, aki zárt ajtók mellett megjelent. A föltámadott test, az jelen lehet ebben a földi testben. Íme itt van az Úr halála és föltámadása. És a Szentlélek kiáradása. És az egyház. Testvérek, hát hol lehet látni az egyházat egész hétköznap? Sehol. A Szent Misén. Itt valósul meg. Ahol a felszentelt szolga és a hívek együtt vannak. Itt van az egész egyház. De nem csak a földön járó egyház, hanem itt van a szűzanya, a szentek, az arkangyalok. Mindenki itt van. Az egész emberiség lélekben itt van. És a végső dolgok, hogy eljön ítélni élőket és holtakat. Amikor áldozunk, akkor egy ítéleten megyünk át. Mert azt mondja a Szent Pál, hogy vizsgálja meg magát az ember, mielőtt ebből a kenyérbe leszik. És ha súlyos bűne van, akkor gyónnia kell. Ha apróbb hibája, akkor is bűnbánatot kell. Tehát átmegy egy ítéleten. És a föltámadott Krisztust veszi, és azt mondja az Úr, és aki eszi az én testemet, vissza az én vérem, annak örök élete van. Nem lesz, hanem van. És megkezdődött a lelkünk mélyén a föltámadás, amit a halál nem tud kikezdeni. A szívünk mélyén nincsen hatalma a halálnak. Az emberi személy az halhatatlan. Ezekbe veszünk részt, de úgy, hogy Isten szolgáljuk. Méltón szolgálni Istent a szent misztériumokban nem csak azt jelenti, hogy a szent misén megfelelően viselkedünk. Bűnbánattal veszünk részt.
Azt tesszük, ami elő van írva. Éneklünk, meghajlunk, letérdelünk, stb. Ez a méltó szolgálat, nem csak ez. Itt egy nagyon érdekes dologról van szó. Hanem elfogadjuk mindazt, amit Isten adni akar. A szolgálat a világi értelemben azt jelenti, hogy a szolga az Úr parancsait végrehajtja, dolgozik. Azt teszi, amit parancsoltak neki, és engedelmeskedik. De ez még csak a szolgálat, ez még csak a szolgálat feltétele. Istennek így nincs szüksége szolgálatra. Mi örülhetünk, hogy dolgozhatunk érte, hogy a családért, hogy szeretetből dolgozhatunk, magában abban a szolgálatban is. A saját magunk jövőjét építjük, testvérek. Az Isten nem kell kiszolgálni. Neki nincs semmire szüksége. Ezért mondja a példabeszédbe, ha a szolga egész nap dolgozik, és hazajön az ura, akkor azt mondja, hogy most szolgálj föl nekem, készítsd el a vacsorámat. És ha mindent megtettetek, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk. Csak azt tettük, ami a kötelesség. És boldog az a szolga, aki ilyen úrnak szolgálat. Nem az Istennek teszünk valamit, hogy lekaszáljuk a rétjét neki, hogy elkészítjük az Istennek az ágyat, meg a meleg vizet. Amikor mi szeretetből neki szolgálunk, az mind a mi javunkra van. Ez nem hagyja meg az Istent. Ez nekünk kell. Hanem van egy másik példabeszéd. Ha a kis szolga elvégezte a munkáját, most várja az urát, hogy hazatérjen. És elmúlt már éjfél is. És még mindig várja. És mikor hazaér az ura, bizony mondom nektek, ő szolgál föl neki. Pámulatos. Az Úr Jézus erre utal. Hiszen arról beszél, hogy mennyegzőt rendez. Hogy igazából a szolgának az állapota átmegy a barátnak az állapotába. Ez egy magasabb rendű szolgálat. Az, hogy az Úr magához vesz. A Szent Mise, mint Isten szolgálat elsősorban ezt jelenti. Mennyegzős ruhába vagyok itt. És oda ülhetek az egyszülött fiú asztalához. Andrei Rubliov, az ikonfestő megfestette a Szent Háromságot három angyal képébe, akik egy asztal előtt ülnek, és meghívják az ember, hogy velük egyen. Ezt jelenti. Amikor az utolsó vacsorán azt mondja, most már nem nevezlek titeket szolgáknak. Tehát a Szent Mise nem olyan szolgálat, hogy itt teszünk valamit az ő javára, neki. Most már nem mondalak titeket szolgáknak, barátaimnak nevezlek, mert mindent tudtul adtam nektek. Hát ez az. Valami csodálatos dolog. Egy szolgálat, ami nem szolgálat. És ez érdekes, nehezen értjük meg, hogy Istennek legjobban ez tetszik. Amikor mi ünneplünk vele, amikor semmi hasznosat nem csinálunk, a misének semmi haszna nincsen, tessék elfelejteni, e világi haszna, semmi. És a szeretetnek van haszna? Hát annak sincs haszna. Itt a szolgálat is ünnep. Boldog az a szolga, akit ura ébren talál, mikor eljön. Ő szolgál föl neki. Ebben a teljességben úszva, ezt élvezve, erre figyelve, ezt magunkba engedve szolgáljuk a misében méltóképpen az Istent. Sokan persze furcsán, egész furcsa módon kötelességnek érzik a misét. Hogy el kell menni. Hát ez a szolga. Ez egy szolgai állapot. Nem érzik azt, hogy ez az Isten szolgálat, ez nem olyan, mint az evilági szolgálat. Ez nem kötelesség. Nem kötelesség szeretni. Nem kötelesség ünnepelni. Nem kötelesség örök életet élni az Istennel együtt. Ez fölötte van a kötelességnek. A Szentlélek világosítsa meg szívünket, hogy a te szent misztériumaidban neked méltón szolgáljunk, és téged örök szeretettel szeretni méltók legyünk. Hát íme. Téged örök szeretettel szeretni méltók legyünk. Micsoda könyörgés ez.
Valaha is mondtuk-e ezt az életünkbe? Most, amikor megáldozunk testvérek, egyet kérjünk a Jóistentől, hogy örök szeretettel szeretni méltó legyek téged. Azt nem kérem, hogy te szeress engem, többet te nem tehetél, te meghaltál értem, föltámadtál, mindent kinyilatkoztattál, föltépted Isten életedet, a teremtés óta rejtve levő misztériumot kinyilvánítottad, és az egyházban és a világban már fennen hirdetik, hogy téged örök szeretettel szeretni méltó legyek. Ne azt add meg nekem, hogy te szeress engem, mert te azt megtetted, mikor megteremtettél, mikor megváltottál, amikor Szentlélekkel megszenteltél. Egyet kérek, Uram, nem földi dolgot, azok mind elmúlnak, hogy téged örök szeretettel szeretni méltók legyünk, mert a szeretet csak a Szentlélek által lehet. Azt írja Szent Pál a Római Levél 5.5-ben. Isten szeretete kiár a szívünkben nekünk adott lélek által. És ez kettőt jelent. Az, hogy az Isten minket szeret, a Szentlélek ezt tanúsítja, de az is, hogy a Szentlélek Isten fölnagyítja a mi emberi szeretetünket, és az Úr Jézusba beletestesülve, mint egy isteni személy tudjuk őt szeretni Jézusban. Örök szeretettel tudjuk szeretni az Atyát. Testvérek, ezek a könyörgések félelmetes mélységeket tartalmaznak. A Biblia sűrítve, készülve a Szent Misére, ezután soha-soha el nem felejtem. Jöjj el, Szentlélek, Úristen! Világosítsd meg az én szívem homályait. Amen.